haragudj! Inkább felejtsük el, hogy megtörtént. Nekem nem megy. Csak rád tudok gondolni, Bro. Szeretlek, mióta csak az eszemet tudom. Mit tehetnék? Jó a testvérem. Nem hazudok tovább. Sem neki, sem neked, sem magamnak. Fölösleges is lenne. Jó! Most mit bűnelsz? Elvettél tőlem mindent! Ezt nem kapod meg, inkább rozsdásodjon el! Nem vettem el tőled, és ő sosem volt a tiéd! Szeretett engem! Igenis az enyém volt! Jó, kérlek! Gyönyörű a birtok. Nehéz lehetett lemondani róla. Igen. De érthető, hogy Hugh képtelen volt itt maradni. Elvesztette őt. És sosem gyógyult be a szíve. Anyával is hamar tönkrement a házasságuk. Talán mert... sosem tudott felejteni. Elvesztette a szerelmét, és bezárta a szívét. Ez velem nem történhet meg. Jó van, készen állok. Biztos, hogy itt lesz a legjobb? Igen. Biztos vagyok benne. Köszönöm. Isten veled, apa. Szeretlek. Nem balettcipőket gyűjtök, és nem is körömcipőket, hanem csizmákat. Persze, mindjárt sejtettem. És attól tartok, túl nagy a szám. Ha problémát látok, meg akarom oldani. Azt akarom mondani, hogy ne haragudj, ha megbántottalak azzal, amit mondtam. Sajnálom a barátodat. Nincs harag. És köszönöm. Megvolt, de akkor is hercegnő. Majd jobban összeismerkednek, nem lesz gond? Hogy ne, persze. És ami a legfontosabb, végrendeletet írtam. Remek. Habár nem szándékozom meghalni, még legalább 50 évig. Ezt örömmel hallom. De én kevésbé voltam hozzád nagylelkű, ugyanis Charlotte Claire lánya, és a földfele Claire-é, és amikor gyerekeink lesznek, szerintem meg kell osztozniuk rajta Charlotte-tal. Ezt írtam bele. Pontosan ezt vártam tőled. Nem sértöttél meg? Nem, feldobtál. Azt mondta, gyerekeink lesznek, és ez nagyon tetszett. Oh. Oh, ezúttal mi a probléma? Szállj le rólam. Csak Jesshez jöttem. Meddig marad Jasmine? Szerintem ameddig csak akar. Tess úgysem fogja kirúgni. Ó, eljött az igazság pillanata. Áll még a fogadás? Tuti, hogy berezelt. Figyelj! Most megcsináltam? Természetesen. Ide a pénzemmel. Megint ellenem fogadtál.
Nyugalom, bizonyítékot szeretnék. Na, fordulj csak meg. Mit szóltok hozzá? Bevallom, nehéz megmondani nagyító nélkül. Láttam már nagyobb morzsát. Mi ez, egy termesz? Ez egy pillangó. Ezt fölé kellett volna iratni. A fájdalom letaglózott, úgyhogy nem bírtam csak egy egész kicsikét. Ó, hogy te milyen nyápic vagy. Ó, te talán kibírnál. Igenis, ki lehet bírni. Egy könyvből, tudod? Ah, mondd, hogy ez csak egy matrica. Nem, ez valódi. Mióta van meg? Ó, régóta. Hihetetlen, hogy nem is mondtad. Nem kell róla mindent tudnod. Manna? Maori nyelven van, azt jelenti büszkeség és tisztelet. Erre a családom tanított. Ó, Szupi, az enyém olyan bénának tűnik. Ó, a tetkóinkat hasonlítgatjuk. Ideje venni magunknak egy Harley-t. Szerintem elnevezhetnénk Trevornak. Trevor a termesz, kész egy kis fát. Ez nem termesz, hanem igenis pillangó. Jó, pici. Mintha vidámabb lennél. Igen, tisztáztunk néhány dolgot. És rendet tettem a fejemben. Átkutattad a padlást? Nem, ez helyi párlat. Gondoltam, ihatnál egy kis igazi bort, amíg itt vagy. Képzeld, Nyugat-Ausztráliában is készítünk bort. Tényleg? Némelyik egész tűrhető. Na, te mondod. Csirió. Csirió. Na, mit szólsz hozzá? Nagyon finom. Van még több üveggel, ha ráérsz egy kicsit. Igen, talán. Talán. És elugorhatnánk az étterembe. Ó, nem biztos, hogy elmerészkednék odáig. Itt leszel egy darabig, jut rá idő. Igen, egy ideig. A Droverst nem könnyű elhagyni. Folytatjuk. A Synchront a Holmár Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.